A Dino sportiradó szakmai partnere, a Magyar Techvandó Szövetség támogatója, a Kvon. Sportosat. Híradónk vendége Kis László, a Vasas egykori válogatott labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek! Üdvözlök én is mindenkit! Véget ért a bajnokság, meg volt a Vasasnál is az évzáró buli, milyen volt a hangulat? A bulin? <laughs> hát, furcsa kettőség övezte azért ezt az őszt, hogy így mondjam. Hát egyrészt már bekezdett a vasas, és gyakorlatilag végig szinte az első helyen állt, és hát olyan ö, öröm ö, volt a, a Fáj utcában is annak környékén, ami hát évtizedek óta nem volt valljuk be őszintén. Hasonló öröm volt természetesen, amikor amikor az MB2-ből gyakorlatilag feljutott a mm. csapat, de azért azt ne haszon, ne hasonlítsuk ehhez. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes dolog volt. Hát a kettősség pedig az, ugye, hogy a pontosan az utolsó mérkőzés, ahol véleményem szerint egyébként egész jól játszott maga a csapat, hát vereséget szenvedett, és ezáltal. Ez a paks volt. Ez a paks mérkőzése volt, ahol, ahol hát hirtelen a harmadik helyen találta magát a csapat, amely természetesen dobogós, és hogyha ez a, az első forduló után, mondjuk így szép lassan jött volna fel a vasas, és lent volna a harmadik év, fél év végén, akkor ugye mindenki tapsolt volna, így meg egy kicsit, hát húzogatják egyes emberek a szájuk szélét. Igen? Hát Bár. persze. Tehát még csak különbségről beszélünk azonos pontszámon, a harmadik, másik és az elsőnek is. Igen, csak soha nem, tehát az nem mindegy, az ugye, hogy, hogy onnan hátulról jövök én, vagy pedig ott, ott élem vagyok. Hát az olyan, mint a lósportban, hogy így mondjam, Igen. aki hátulról jön, annak nagyobb a sansza. Tehát így élik meg, meg hát jó volt ott sütkérezni az első helyen, hát meg őszintén szurkolónak is, mint nekem is nagyon klassz dolog, dolog volt, nagyon jó érzéssel töltöttem. De sokan azt mondják, hogy most kerül majd a helyére a vasos. Ezzel gondolom nem értesz egyet. Ez egy ilyen rossz indulatú megjegyzés, nem? Hát az, hogy hova fog kerülni, ugye, ezt nem ugye le... most tegyük fel, hogy a Vasas a harmadik helyen lenne végén is. Úgy gondolom, hogy ez is egy nagyszerűen elfogadható helyezés lenne a, a, a csapat részére. Úgyhogy én azzal valljuk meg őszintén, hogy én abban kiegyeznék. Tehát azért, hogyha a, a, a realitások talaján állunk, akkor azt el kell fogadni, hogy a, a Vasas nem a, a, a legjobb csapattal, nem a legjobb, vagy a nagyon jó kiemelkedő egy egyéniségekkel rendelkezik, hanem egy csapatként működik, amely jelen pillanatban Magyarországon ezzel a tudással ott lehet lenni a dobogon. Ezt tudomásul kell venni. Mikor adják át a felültött szép stadiont a feljutcán? Hát állítólag 18 tavaszán akkor az még odébb od van? van, hát ez egy olyan másfél év, ez gyakorlatilag, hát ahogy szokták mondani, az első kapavágás után egy évvel, uh -huh. és ez tavasszal fog megtörténni, tehát nevezzük így, hogy jövő tavasszal bár az évben mások nincsen vissza, de hát hogyha az márciusban megtörténik, akkor egy jó egy év múlva ö, kerülhet sor az avatásra. Egyébbi, és ez, ez, ez jelent, nem... hátrányt, pont nem. Hát olyan értelemben hátrányt jelent, hogy, hogy, nincs egy otthona a csapatnak. Tehát az, minden, minden, csapat megsérni bizonyos értelemben. Tehát otthon, otthon mindig nagyon jó játszani. Ahogy szoktuk mondani, a, a, a minden ö, ö fűszálat, de legalábbis ismer az ember, és az előnt jelenthet. Főleg még nevezzük úgy, hogy a régi időkben, hogyha valaki emlékszik vissza abba az időbe például Kaposváron, akkor tudtuk azt, hogy a, az egy egyik térfélnek az egyik széle az, az nagyon vizes. Ez azt jelentette, hogy teljesen száraz időben is, ha odaindítottunk, mint egy területre, akkor az elvileg úgy nézett ki, hogy ez egy nagyon hosszú indítás, de a hazaiak azt tudták, hogy az a vízbe meg fog állni, pedig Igen. egyébként szárasság volt már két hónapja. Uh -huh. Tehát innentől kezdve, hogy ezek jelentették Igen. a hazai pálya előnyét bizonyos alkalmakkor, és ez e, igaz az. És magánkal a labdarúgónak is, tehát akár idegenben játszik, akár otthon, azért van például egy kedvenc kapuja, és, és az az nem mindegy, hogy melyik kapura támad, mert az bizony, hát valamiért arra ki jobban megy, valamiért egyébként ez, ez lehet, hogy, hogy hát mindegy, ez egy ilyen, ilyen dolog, Igen. ezt el kell fogadni mindenkinek. Benne keressük a szakmát. Így van, ne, 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 mert az érdekes lenne. De mi érdekes az, hogy a Újpest kapott ki a legkevesebb szer, mindössze csak négyszer. Minden csapat, akár a Vasas is többször kapott ki, mint az Újpest. És az Újpest ugye hatodik. Hetedik, tehát? Igen, de hát nagyon kevésszer is nyert, tehát ugye azt is tudni kell, mert rendkívül sok az X-e. Igen, igen. Egyébként nagyon érdekes, hogy az újpest azért tudni kell, hogy, hogy abszolút nem tudott igazolni, mert nem, 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 lehet, mert nem lehetett neki igazolnia. És hát hát ugye most sem lehet, ugye? Tehát Én most tudom, hogy úgy sem masz, most sem lehet. Tehát télen sem lehet. Nem lehet. Tehát marad minden, ugye ez a mi Na most a vasas volt még az, amelyik nagyon keveset igazolt. Tehát én, én úgy gondolom, hogy azok a csapatok jártak most a legjobban, amelyeknél a legkevesebb változás volt magában a, a, a játékos állományban. Úgyhogy én el tudom azt képzelni, hogy a vasas is azért meg fogja tartani minimálisan ezt a pozíciát, de azt is el tudom képzelni, hogy az Újpest még följebb jön uh -huh. ettől. Tehát ő, ők azért többek ettől. Ha ott találnának egy olyan nevezük góllövő csatát, bár a Vasas is ilyen, hogy, hogy nincsenek kimondott góllövő Már csatárai. az Újpestiek ott az öltözőben valahol összegyűrve egy kis csatát még ott felejtett szék alatt? Mert ugye nem tudnak igazolni. vagy abban az utánpótlásban, még tök utolsó az MB3, hogyha egy meccset nem tudod még x sem hozni. Hát hogy hol? Vagy a ott elfelejtettek valakit évekkel ezelőtt? Lehetséges egy ilyen megoldás is, ha viccelni akarunk természetesen. Szegény Újpesten most csak ez lehet, ami csak ott Csak van. ez lehet, ez, ez, így igaz, de, de soha nem lehet tudni, hogy, hogy azért ott vannak fiatal játékosok, hogy ki az, aki, aki egyszerűen átlépi azt a bizonyos küszöböt. És ezért mondtam az mb 3 Tehát most igazolni nem tud, hát az mb 3 biztos nem tudnak, tehát maradjunk, nem tudom, hogy nincs is pontjuk. Nincs, nincs pontjuk, igen, de, de tervezik a... egyébként, hogy szereznek előbb-utóbb, ez is valami ami a, a tehát magyarul ez, ez tényleg járhatatlan út. Viszont, hogyha ha, ha belül, itt, hogy az X-eknél, most nem tudom hány X-ük volt, 7-8? Az Újpestnek? 9. 9. 9X-ből 9 most nem kell olyan nagyon sok, és ezek nem 4-4, meg Igen. ilyenek voltak, ugye, hanem 0-0-1-1-2-2 talán az is kevés. Hogyha, és ők vezettek nagyon sokszor. Így van, hogyha ha, ha ott mondjuk találnának egy olyan támadót, aki 4 gólt rúg, ez, ez, onnantól kezdve az plusz 8 pontot jelent. Meg lehet nézni, akkor hogy áll, hogy áll az Újpest ebbe a, a, tabellába. Bár én most megmondom, hogy itt nem szívesen beszélek az Újpestről, jó? Tehát nagyon szomszédvár, meg, még, mit tudom, meg ellenfél is lehet akár Igen, a, Igen, csak az csak négyszer kaptak. ki így van. És így volt van. ott egy kis kapus mizéria. Én aztán... Egyébként még annyit hozzátennék ehhez, hogy, hogy ez egy szakmai kérdés, hogy azért valljuk meg őszintén, hogy amit lehet tanítani a futbolistáknak, az a védekezés. Igen, igen. Ugye, tehát a támadás kevésbé. Úgy néz ki, hogy ez sikerült újpesten Jó, megoldani. nagyon megy még mindig a vita. Jó ez a 12 fős bajnokság, vagy nem? Most már jó pár meccset játszottak, mióta meghozták ezt a szabályt. Mit mondasz? Na most már hozzá kellett szoktjuk a csapatoknak, a játékosoknak. Én, 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 én megmondom őszintén, hogy hogy én jónak tartom. Tehát, tehát egy kicsit koncentrálódnak azok az erők, amelyek uh -huh. ebben a magyar labda. Főleg így, hogy hogy általános fiatalítás. mondjuk így, hogy rá vannak kényszerítve a csapatok, ugye? Azt ez a legjobb Igen. kifejezés. Uh, innentől kezdve én úgy gondolom, hogy, hogy ez, ez, ez megfelelő. Tehát, uh, hogyha ezt 16-ba tennénk be, akkor még plusz négy csapat, még, a, tehát uh, több lenne a lébet szóló, tehát könnyebben el lehetne lenni. Uh -huh. Lébet el 3 ba akik nem itt oda már nagyon van. nem tudnak. Itt, itt, nem tudnak, mert azért, azért itt meg lehet nézni egyébként, persze mert a vasas jól áll, de azért meg lehet nézni, hogy mögötte olyan, olyan három-négy uh, csapat, hogyha egymás után hármat nyer, és mondjuk a vasas nem, akkor, akkor, akkor itt azért borul minden. Előbb mondta, hogy Újpestről nem beszélünk, bocsáss meg, de Újpestnek 27 hus pontja van, Vidótonnak 34. Két győzelem. Tehát kétszer ki lehet kapni, és kétszer nem lehet. Jól tudom, a nagy számok törvénye szerint az előbb-utóbb azok is nyernek, ezek meg kikapnak, de nagyon minimálisak a különbség. De hát akár Én... kifoghat mint a Fradi, mint tavaly, ugye össze, hogy csak nyer, nyer, nyer ugye? Igen, de aztán Na, az is Az egy lehet. más dolog. Abszolút, abszolút. De valóban így lehet, hogy egyet egy csapat még akár lentről is, még akár bajnokságot is nyerhet. De a már nem fogja megnyerni a bajnokságot, ugye? A, a hát, 13 mondjuk, pontja van. Hát az angol fogadó irodáknál azért ő, 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 Hát ott nagyon nagyot nyerne valaki, hogyha arra rátenne egy pennit is. Ugye? Így van. Gyirmottól elbocsúzunk akkor? Én úgy gondolom, hogy igen. És mi lesz az Urbányival? Most hát azt hazament azt... Amerikába, hogy ő fogalmazott, hazament pihenni. Tehát ő ott tudja kipihenni magát, most ez, ez nem is pikért ez a meg... most ez nem, ez nem tudok mit Persze. kezdeni, Csak, csak azért őszintén, kérdezem, mert... Mert ugye a másik kieső az MTK, de csak ö, rosszabb gólkülönbsége, hogy a Debrecen is állhatna ott, és ugye az MTK-nál megtörtént az edzőcsere. Az első hallásra egyébként meglepődtem, nem, nem, a, nem a csere miatt, mert az Magyarországon bevált dolog, bár az MTK nem azok közé tartozik, akik rendszeresen cserélnek, de az az bevált dolog. Inkább az, hogy a, a hírek szerint, ugye, hogy Tamászi Tamási Zsolt lett. lett. Igen. És amikor még tovább gondoltam az, az ügyet, akkor egyértelművé vált számomra, hogy hogy azt a fajta dolgot erősíti az MTK, amely úton így elindult, mondjuk így az akadémiájával ezelőtt tíz évvel, hogy gyakorlatilag ő az onnan felhozott embereket próbálják beépíteni. Így mert Öcsik azért, mert ugye ő a Sándor Károly akadémia szakmai igazgatója, így van, így van. Tamási Zsolt, és a hírek szerint meg is tartja ezt a pozícióját is. Tehát magyar házon belül próbálják megoldani. Így van, hát egyrészt igen, másrészt érthető mondjuk az elgondolás, öh, gyakorlatban én nem tartom szerencsésnek egyébként. Már olyan értelem nem az, hogy ő lett a vezetőedző, hanem azt, hogy, 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 mind a két pozíciót megte, nem lehet, hmm. hát a, a, egy fenékkel két ló esete. Tamási Zsoltnak, ha már itt tartunk, segítője Petres Tamás lesz, illetve Andrus József. Teodoru, Horváth Henrik, Vas Rászló, meg más beosztásban, de marad a klubnál. Gondolom, addig még nem találnak jobbat. Igen. Ez hát a, 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 igen, igen. Az MTK-nál egyébként általában mondom, hogy nem volt szokás, hogy mondjuk így, hogy mindenkit lecserének, mint, mint nem, legutóbb például a Ferencvárosnál, hogy a alsóbb korosztályokban mindenkit kirúgtak, tehát ilyesmi az MTK-nál nem fordult, mert, tehát megtalálják a megfelelő beosztásokat, bár azért az utóbbi, nevezük így, hogy egy-másfél évben, még az egész kis is, mivel hogy hát fontos lett az eredmény, ezért ott is elindult egyfajta véleményem szerint rossz szokása, vált dolog, amely, amely, azt jelentette, hogy esetleg U14, U13-ba is váltanak le már edzőket, mivel hogy nem elégedettek az ott elért úgymond eredménnyel. Ez azért én úgy gondolom, hogy egy kicsit furcsa. szemben is volt valami hasonló, nem? Hát a Debrecen ott igen ott egy kicsit másabb volt, ott, ott inkább úgy lehet mondani, ugye, hogy a Dublasz a, a jelentése szerint ugye az első helyen a Debrecen végzett az utánpótlásban, tehát a legjobban elégedettek voltak Magyarországon uh -huh. a Duble szerint, ami a, ahogy kinézett egyáltalán az akadémia, ott hát ott egyből leváltották a vezetőket ennek hatására, és ott portugálok jöttek be. Marad a Debrecen edzője? Mert gyalázat az az eredményem eddig elért, de ő a játékosokra fogja, Kivásra. hát igen a, egyébként azt megfigyeltem én is hogy hát ezt akarom mondani hogy magyarosodtak ha van ilyen szó egyáltalán igen. A, a külföldi edzőjeink bárhonnan is jöttek akár Németországból akár Portugáliából, vagy éppen Franciaországból, mert olyan is volt mondjuk a videótonnál az mindegyik ugye azt, mond, azt mondta amit egyébként a magyarok is szoktak, és nagyon sokszor az újságírók azt mondták, hogy hát ezek a magyarok nem tudnak más nyilatkozni, mert ez Kiderült, hogy a külföldiek is ugyanezt tudják, tehát természetesen rákenik erre vagy arra. Hát ez egy, egy beosztás, ahova hívják őket, ők megpróbálnak megfelelni. Hát amikor nem sikerült, ez egy emberi tulajdonság, hogy természetesen mindenki nagyon jó véleménnyel van önmagáról, én is önmagamról gondolom te is magadról, hát egyébként pedig mindenki más az jóval kevesebb. Hát ezzel próbálnak védekezni, átkenni a másikra a rossz eredményt. Viszont Pintér ez ő kövesd. Sőt, a hír, hogy esetleg mondjuk így, hogy, hogy ha nem is főjebb, mert ugye 5. helynél följebb azért mely csapatnál találnának neki állást, de bizonyos értelemben még följebb is szárnyalhat. Hát, Mit bármi tetsz? lehet. Abszolút, hát ö, egy biztos nem lehet tőle, egyébként azt az atyára tudni kell, hogy azért akárhol volt eredmény, akárhogy a győrbe, bajnokok lettek, ö, ö, köröket futottak, hogy így mondja, a Magyar Kupa győzelme, a Sopronba is. Nem Tehát tudom, nem mennyire, ezért, ugye nem érik senkit a hátam mögött kiveszélni, de azt tudjuk, ugye, hogy a Pintért a habitusa miatt nem szerették a játékosok, amiben volt is igazság, nem is kevés, ugye ezért írtak különféle leveleket a tulajdonosoknak, de... Elfelejtenek egy dolgot, és ez mindig milyen sportágról beszélünk. A klasszisokra pont az volt jellemző, hogy teljesen másképpen viselkedtek. Tehát akár negatív, akár pozitív irányban, de mindig is erőteljesen eltértek a megszokott normától. Így van? Ez abszolút igaz. Tehát ez, én abszolút egyet is értek. Tehát ezt ezzel. is figyelni kellene akkor a tulajdonosnak, stb. hogy pont a, ez is csak jellemző hogy ő klasszis, tehát valamit nagyon tud. A, a, így van, és uh, én is mondok egy hasonló, mégis teljesen más példát, mert én Verebes Józsefnél dolgoztam igaz, hogy csak egy évet, hát a, a, a főnök is, mert így hívtuk, de a főnök is olyan, olyan, olyan speciális dolgokat engedett meg magának, hogy így mondjam, amely kisugárzott belőle a játékosok felé, hogy egyszerűen azt más, másnak nem is állt volna jól. Igen. Tehát hiába, sokszor mondják, mert a verebes tanítva azokat, a verebesnek az útmutatásait, az edzőségét, hát az, az követhetetlen. Igen. Tehát az egyszerűen senki nem tudja ezt megcsinálni, jobb, ha nem is próbálkozik vele. Lehet mondani, hogy a verebes mit mondott, mert én tudom, hogy nekem mit mondott egy-egy mérkőzés után, hogy sokat nem játszottam nála, hogy összesen négy meccsen van az mtk ban egy év alatt, azt viszont ő nála töltöttem el. Az, én azt mondom, hogy bizonyos értelemben abszolút zseni volt. Na most, amiről amiről te beszélsz, ezek igenis, azok, azok, azok zsenik. Tehát azok, és azok, azok nem abban zsenik, ez Magyarországon valakivel meg kellene már értetni, nem abban zsenik, hogy milyen edzést vezet. Mert magában az edzésnek köze nincs a végeredményhez. Igen. Az edzés nagyon jó, hogyha jó, azt megcsinálják bárki, hogy így mondjam, bizonyos akik megtanulják Igen. ezt a, a zongorázási lehetőséget, ők azt végcsinálják, de attól eredmény nem lesz, hogy én edzek. Az nagyon kevés. Igen. Csak hát a zsenikkel nagyon nehéz együtt élni, és szokták mondani, Abszolút. hogy legyen a színész, zenész bár Milyen szakember. Hát de azt szereti, hogyha úgy is kezelik, költetés, hogy, hogy hát, ő különc. Hát meg meg ő más. Ilyen Vannak nekik sajátos más úgy megnyilvánulásék, van. amit nem mindenki tud lenyelni, mert nem azt szokta meg általában. Persze hát ennyi. Tehát a pintérről ennyit. De hát. Zseniknek mindig nehéz. Majd a halál után majd szegénynek, majd, majd azt szokták mondani, hogy mindig akkor értik majd meg. Hát akkor könnyebb, mert, mert igen. nincs, aki befolyásolja a másik Igen, irányba. igen. Na, hát bízunk, hogy előbb-utóbb mindenkit megértenek, és helyére tesznek majd a szurkolók és a szakemberek is. Igen, egyébként ilyen szempontból most legalábbis az eredménye alapján egy picit, én úgy gondolom, hogy a vasas edzője az kilóg a sorban, mert ő egy nagyon... nagyon hogy mondjam, általánosan és normálisan nyilatkozik. Tehát ő, ő, ő nem hangos, nem ugrál, nem, tehát semmi. ha, ha kikap is, akkor is normálisan kezeli a győzelmeket és megfelelő Tónusban, tehát Igen. mondjuk így, hogy intelligensen, és ez, ez mondjuk így, hogy nem áll. De nem azért, hogy intelligensen, ezt akartam mondani, mert neki így esik jól, a ez, ő, az ő, ő habitusának, a, a, neki így így ilyen, és most nem fog egy, egy mást fölvenni, csak hogy a azért, lesz, szemfalak, hogy a B középnek Igen. megfeleljen, Igen. vagy ugye voltak innen akik ezért próbáltak úgy viselkedni, hogy megfeleljenek, hogy a B középnek. Főleg a Fradina volt ez. Én ettől még rosszabbat is tudok mondani, az edzői viselkedéssel kapcsolatban hogy ugye amikor, amikor nevezük így, hogy főleg a tulajdonosok irányítják, ugye a magyar vagy irányították igen. a labdarúgást, most is ők természetesen, a, a krémet, ugye ők sokszor bizony meg lehetett azt hallani, hogy ők úgy választottak edzőt maguknak, hogy látták, hogy a kis az nyerni akar. És ez miben nyilvánul meg a külsőségeiben? Egyrészt, hogy ugrálott a kispadon, kettő, hogy ott hallgatóztak esetlegesen, hogy az öltözőben mennyire kiabál. És hogyha jól kiabált, meg nagyon hangos volt, vagy messze elhaladszott, akkor, akkor azt mondták, ez az edző kell nekem, még hogy ellenfélként is érke. És a következő évben már hozták is magukhoz menni. Arról, arról, ők nem tudom, hogy mi, hogyan emlékeztek arra az időszakra, amikor nem tulajdonosok voltak, hanem valamilyen beosztottak, hogy esetleg nekik jól esette az, amikor a saját főnökük megfelelő hangnembe, erős ordibálások közepette elküldte valahova őket. Tehát ez lehet, hogy per pillanat, ezzel lehet élni egyébként. Tehát ez, ez, nem negatív, hogy valakivel kiabálni kell, csak nem lehet mindig kiabálni. Valamikor misét, misét kell hallgatni, valamikor zenét kell, Igen. valamikor nem kell megszólalni, stb. Na ebbe például egy verebes biztos, hogy sokkal jobb volt. Na most végére hagytam fekete levest, mert ugye utánpótlással foglalkozom. Igen. Vasasról lesz szó. Igen. Vasasba debütált a Blaszegyből 1 előbányászott ö, egyik játékos, név szerint biztos ismered, Kleis Márk, és ő, ő azt nyilatkozta, hogy Újpeste még a közelmódban is a szülők anyagi helyzete volt a legdöntőbb befolyással a korosztályos csapatok összeállítására. Változik már valami, vagy fog változni, mert jelen pillanat, ezt tudtuk, hogy így volt már 20, 20 éve is, sőt, tudjuk, a még már régebb óta emiatt, emiatt ment el inkább Finnországba, hagyta ott az Újpestet pontosan emiatt. Történik-e végre valami? Vagy egyáltalán nem, ezt nem lehet kezelni, ezt a helyzetet? Ö, ö. Én 5 a Kleinstmákon nem ismerőként új, valóban Újpesten kezdett el futballozni. E, ha jól tudom, most nem tudom, 19 vagy 20 éves, tehát ezelőtt egy ilyen 10 évvel. Is, Úgyhogy. Amikor e, ő, igen, Újpesten, és emi, ő hogy emiatt menekült el Újpestről a vízművek együtteséhez. E, én úgy gondolom, hogy ő nem elmenekült, hanem a, a szülő valahova fogta és elvitte. Mm -hmm. Hogy miért ezt ne firtassuk, mert ez nem. Na most ilyen dolgok, ami, amiket ő megemlített, én el tudom képzelni, hogy valahol valahol előfordult. ez, de ez az elmúlt nem akarok most időben ezt nagyon nehezen tudom behatárolni, de az, hogy az elmúlt években ilyesmi előforduljon, ilyen nincs. Már nincs? nincs. Uh -huh. az Volt ilyen időszak, és akkor valljuk meg, nem. Tehát a konkrét eset azért ne általánosítsunk belőle. Van egy olyan probléma, hogy ha valakivel történik valami, és ott ugye a szülő lép, azt, az bizony kőkeményen a, a, a gyerek tudtára adja, hogy ez azért van és azért nem te, mert stb. vagy Elhív valaki, elcsábította tegyük föl a vízművekbe éppen az újpát, ami nem baj egyébként önmagában, hiszen lehet, hogy ott teljesedett ki a gyerek, neki az kellett, de nem azért lett ő a vízművekbe, mert adott pillanatban lehet, hogy oda való volt. De látod, Lehozza Nincs a napi ilyen. lap ezt így fekete Hát A, a napi lapok lehoznak mindent, ami, ami, ami uh -huh. nem biztos, hogy arra uh -huh. szükség lenne. Én, én olvasok és láttam is olyanokat, Youtube-ra föltesznek bozsik programba olyanokat, hogy valóban egy edzőt kiabál össze-vissza. Uh -huh. Hát egy probléma van ezzel, hogy körülbelül 3000 edző vesz részt egy bozsik programba, és ott három ember kiabál, és akkor azt mondják, hogy ilyenek a bozsikos edzők. Kiderül, hogy az, aki ott Kiabált. Egy az sokat. egyébként se nincs, semmilyen mm -hmm. is, de valóban kiabált. De mivel, hogy Bozsik torna volt, ezért mm -hmm. ne általánosítsunk. Fogadjuk el azt tőlem, hogy most már megszűnt az a forráshiány, mm -hmm. amely jellemezte a labdarúgásunkat fönt és lent. Innentől kezdve, ugye bizony előfordulhatott, én úgy gondolom, a rendszerváltás utáni bő évtizeddig még körülbelül, hogy pénz nem volt a futballba, és azok a Hirtelen meggazdagodott apukák, akik, hát mondjuk így, hogy pénzzel rendelkeztek, azok bizonyos előnyhöz, jutta, előnyhöz juttatták az ő csemetéket, igen. és ez elfogadottá vált egy időszakban Magyarországon. Az, hogy most melyik klubba és melyikben mennyire, az, az személyfüggő igen. volt mindkét igen, igen. részről. Jó, akkor már nincs. Hál' Istennek akkor. Én biztos vagyok benne, hogy ez, ez butaság, uh -huh. tehát nincs, de erre természetesen egy ilyen mondatra, vagy egy ilyen, egy ilyen eszmefuttatásra, hogy ráugrottak uh -huh. a, a, az újságírók, én úgy gondolom, hogy jogos is, tárják is föl, de azért ez nem teljesen így lehetett, ahogy elmondta. Mondtad, hogy jó ez a 12 csapatos MB1, zárásként nőtt a színvonal? A játék izgalmasabb lett jobban. Uh, igen én, én úgy gondolom hogy izgalmasabb lett Na most az hogy ez minőségi változást hozza -e egy év alatt én úgy gondolom hogy másfél év alatt most. ugye az az, az az nem így működik. És az is kérdéses hogy ami izgalmasabb az jobb. -e? Ugye tehát ez is ez is egy ö, ö, kérdés. Én azt látom, ugye, hogy mivel hogy fiatalokat kell, tehát ez összképbe kell nézni, ugye? nem csak az, hogy 12 csal, bizonyos fiatalokat kell játszatni, mindig pályán kell Igen. lenni, mondjuk két nagyon fiatal, megváltozó éppen adott esetben 95-ösnek, vagy 96-ösnek, vagy 95-ösnek, meg van ezt határozva. De akkor ettől nem lesz a játék viszont. Uh, Mert nem, de, nem, az kerül de. be, aki kiharcolta, igen, ez egy, ez egy, igen, de viszont az irányvonalat ez adja meg. Tehát míg abban az időben, amikor én fiatal voltam, nagyon régen mm -hmm. volt ez tényes való, nekünk ahhoz, hogy NBA-be játszassunk, egy öreget ki kellett nyomnunk a Így csapatból. Van. Most ezt, ezt a játékkal nem kell kinyomni, mert gyakorlatilag administratív eszközökkel kilöknek. Tehát most úgymond egymás között, úgymond a saját korosztályodból kell neked ott lenni, hogy téged ennyi. Így van, de valahogy ki kellett ö, löknünk a, a külföldieket. igen. igen. Nem az a bajom a külföldi-külföldi, hát hogyha a, 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 a idehoznák a... a, a nem akarok nevet mondani, jó, tehát a Ronaldo, igen, tehát igen. Az, az természetesen ember, de itt nem azok futballoztak. Tehát hasonló képességűek futballoztak, mint külföldiek, mint, mint a, a magyar 20 éves gyerek, de a külföldi tartották bizonyos okokból kezdőben a magyar edzők. Ennek is biztos megvolt a maga oka. Szomorú vagyok, hogy lejárt az időnk, pedig hát ugye pont ehhez van az, hogy és kérdekességképpen mondom, és mert erre nem tudunk reagálni, hogy 17. fordulóban, az első fél az összes mérkőzése még nulla, nulla volt az eredmény. Nem mernek támadni valamiért a csapatok, valamiért. És ez viszont olyan, hogy eladhatatlan egy kicsit, mert az emberek sok-sok helyzetet és gólokat szeretnének látni. Ezért hoztam szóba ezt, de hát sajnos már az időnk lejárt. Egy mondatba. Még... Jó, azért hadd reagálják. Két dolog lehet az, hogy, hogy igen, ö, ö, nem tudunk, nincsenek olyan labdarúgóink, illetve... Hát lehetséges, hogy az edzőink javultak, mert a táma, amit említettem, Igen. ugye a védekezés lehet tanítani, a támadást pedig nem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm a meghívást. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Prémiuma.